Sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit a Podmaniszki térről, vagy az Arany János utcai metró megállóton. Most éppen erre jártam, sem másokból, de mondtam, hogy akkor szétnézek itt is, hogy végül is két év alatt mit haladtak, mert ugye néhány hónap, amikor azt hiszem május közepe környékén át fogják adni a Calvin tér, a klinikák és a Corvin negyed megállókat. Tehát, hogy tovább fog közlekedni a metró. Viszont érdekes módon az Arany János utca és a Ferenciek tere az nem lesz átadva. Pedig ezeket zárták a legkorábban, sőt konkrét az Arany János utca lett legkorábban lezárva, erre emlékszem, mert akkoriban kezdtem el itt a környéken dolgozni, a Hold utcában, és körülbelül egy maximum két hét volt, körülbelül ilyen március közepe környékén, mikor lezárták az Arany János utcai megállót, és hát azóta is zárva van, de látjátok, hogy ez bizony még nincs kész, tehát két év alatt ezt nem sikerült megcsinálni. Tehát a klinikákat és a Corvin negyedet pedig 2020 nyarán zárták le, aztán vagy június, vagy július. Most hirtelen csak arra emlékszem, hogy amikor mentem az utolsó metróval, akkor már rövid nadrágba és pólóba mentem ki videózni. Késő este, tehát biztos, hogy nyár volt már, mert ezt nézzétek. Így néz ki egyébként maga az építkezés, és hát mondjuk a felszín alatt nem tudom, hogy zajlik, de azért két év alatt szerintem egy ilyen megállót meg lehetett volna csinálni. És hát ezt nézzétek, pedig kihasználva a terettárgyak adott a lehetőséget, innen még be is lehet látni. Ja, ott voltak a mozgó lépcsők. Ez az egyik mozgó lépcső helyett ferde lift lesz. Mert a szemlátomást az még nincsen készen, a szélső mozgó lépcső helyett most lépcső van. Ott voltak olyan lyukasztók. És hát még ugye a burkolat sincs, tehát itt le van csupaszítva a teljes épület. Ott volt szemben a retro lángosos, az már átköltözött a utcának a másik végébe. Azt kell mondjam, hogy így két év alatt nem nagyon haladtak a felújítással, tehát nem tudom, hogy ez kész. Bár még itt még annyira nem sürgős, mert ezt még nem lehet átadni, mert az EAK téren fognak a szerelmények fordulni. Ferenciek terén leszek kíváncsi majd, de hát lehet, hogy ezt oda is elnézek, hát most nem, mert már nincs rá idő, de nézzük, mert azt például most átadhatnák a másik három megállóval együtt, ha kész lenne, de most azért nem adják át, mert az sincs kész, pedig azt is lezárták. Hát szerintem pár nap eltéréssel csak, mint ezt. Tehát igazából ma az is készen lehetne, mert két év alatt azért azt is meg lehetett volna csinálni. Hát, innen talán jobban látszik. És bizony többek között ez a két megálló lesz megnyitva, körülbelül másfél hónap múlva. És a Ferenciek tere pedig nem. Amit egyébként a metrópótlók most se érintenek. Ugye az Asztórián kell átszállni, ahogy itt mutatja is, mert ugye az már nagy kerülő lenne, hogyha még oda is elmennének. És hát az megint más kérdés, hogyha egyszer megnyitják ezt a megállót, illetve készen lesz az épület, akkor a benne lévő üzlethelyiségekkel mi lesz. Valószínűleg a metrólángosos már nem fog visszajönni, mert szerintem berendezkedtek már az új helyükön, ami egyébként sokkal nagyobb is. És sokkal jobban el lehet félni, tehát igazából csak jól jártak a cserével. És hát itt láthatjátok az oldalát, és hát a homlocotát azt már nem, mert ott azért nincs ilyen jó lehetőség, mint itt, hogy fel lehet ide másztőt megnézni, ide tessék, nézzétek meg. Hát azért van itt még tennivaló, de itt annyira nem is sürgős, mint mondtam, mert még de átjelent is meg kell ott csinálni, hogy itt tovább haladhassanak. Mert meg legalább a lehet évig meg kéne csinálni a többit is a pályával mindennel együtt. És ott megy egy metrópótló, kettő. Hát ugye most nem jár a metró, most ezek járnak helyettük. Viszonylag sűrűn egyébként, tehát most már így már mondhatni, hogy zökkenőmentesebb a metrópótlás, de azért csúcsidőszakban nyilván nem ennyire, mint most. De biztos sokat fog segíteni, hogy átadják azt a három megállót még. Most látjátok, alig ment el ez a kettő, már is itt van a következő.